Tizedik fejezet Az ígéret és az eskü Ábrahám meghozta áldozatát, hite meg lett próbálva, és tökéletesnek találtatott. És kiállta az úrnak angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondta, Én magamra esküszöm, azt mondja az úr, mivel hogy a dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. Hogy megáldvám, megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. 1 Mózes 22. 15-től 18 -ig. A zsidókhoz írt levélből megtudjuk Isten esküjének jelentőségét, aki önmagára esküdött. Az olvasó látni fogja, hogy a következő bibliaversek közvetlenül az előbbi idézetre utalnak. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött mondván. Bizony, megáldván, megáldalak téged, és megsokasítván, megsokasítalak téged. És ekképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek vége megerősítésül az eskü. Miért is az Isten kiválóban meg akarvá mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és bejebb hatol a kárpitnál, ahová úgy nyitóul bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett, melkísédek lengyel szerint. Zsidók 6 13 20 -ig. Az eskü nem Ábrahámnak szólt. Istenbe vetett hitet teljes volt, anélkül, hogy az eskü megerősítette volna az ígéretet. Hite tökéletesnek bizonyult az eskü megtétele előtt. Sőt, ha neki szólt volna, nem kellett volna leírni, mivel jóval a jelentés megírása előtt meghalt. De az ígéret örököseinek Isten már régóta meg akarta mutatni a döntésének változhatatlanságát, és ezért esküvel erősítette meg. Csak Krisztusban. Kik az ígéret örökösei? A következő mondat felel a kérdésre. Az eskü célja az volt, hogy erős vigasztalásunk legyen minékünk. Az eskü nekünk szól. Ez azt jelenti, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség minket érint. Azok, akik Krisztuséi, azok Ábrahám magva, az ígéret örökösei. És ez az eskü, ami vígasztalásunkért tétetett meg, akik menedéket keresünk Krisztusban. Mennyire egyértelműen mutatja ez az utolsó idézet, hogy az Ábrahámmal kötött szövetség az összes ígéretével együtt a tiszta evangélium. Az eskü megerősíti az ígéretet, de az eskü vigasztalást ad nekünk, amikor Krisztushoz menekülünk szabadulásért. Következésképpen az ígéret arra utal, ami Krisztusban megszerezhető. Ezt mutatja meg az a szöveg is, melyet már olyan sokszor ismételtem: Ha Krisztusban vagytok, akkor Ábrahám magva vagytok, az ígéret örökösei. Az ígéret nem szólt egyébről, mint Krisztusról és az áldásokról, amelyek keresztje által származnak. Ez az oka annak, hogy Pál apostol, aki nem akart tudni másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről, el tudta mondani, hogy a mi atyáinknak tett ígéret reménységiért állok itt ítélet alatt. Apostolok cselekedete 26.6. Az atyáinknak tett ígéret reménysége, az előttünk levő reménység Krisztusban, amely kiválóban mutatkozik meg, az Ábrahámnak tett eskü által. Isten esküje megerősítette a szövetséget. Az eskü, amely által Isten megerősítette az ígéretet, erőteljes bátorságot ad nekünk amikor menedéket keresünk a szentében, ahol Krisztus, a melkisédek rendje szerinti pap közben jár értünk. Következésképpen ez az eskütette Krisztust pappá mindörökre, melkisédek rendje szerint. Ez egyértelműen kiderül abból a kijelentésből, hogy Krisztus pap lett, mert megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, melkisédek rendje szerint. Zsitó 7.21 És ő tökéletesen megmentheti mindazokat, akik Krisztuson keresztül mennek Istenhez. Sőt, az eskü, amely által Krisztus melkiségek rendje szerinti pap lett, az az eskü, amely által ő egy jobb szövetség garanciája lett, azaz az új szövetségnek. De az eskü, amely által Jézus pap lett rendje szerint, ugyanaz, amely által megerősítetett az Ábrahámmal kötött szövetség. Következésképpen az Ábrahámmal kötött szövetség célja megegyezik az Új Szövetséggel. Senki sem kerül be az Új Szövetségbe, ha nem Ábrahám gyermeke a vele kötött szövetség által mennyi bátorítást veszítenek azok, akiknek nem sikerül meglátni az evangéliumot, és csak az evangéliumot Isten Ábrahámnak tett ígéretében. Az erős végaztalásunk, amelyet Isten esküje ad nekünk, Krisztus munkájában található, aki könyörülő és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Zsidók 2.17 papként bemutatja saját vérét, amely által van a megváltásunk, a bűnök bocsánata. Papként nem csak könyörülő, hanem kegyelmet ad, hogy segítséget kapjunk a szükség idején. Ezek személyválogatás nélkül biztosítva vannak Isten esküje által. Erős vigasztalásunk. Gondoljunk a szegény, bátortalan, reszkető és kétségbe esett lélekre, akit az elkövetett bűnök érzése dönt le, és aki a teljes gyengeségére és méltatlanságára tekint. Attól fél, hogy Isten nem fogadja el őt. Úgy véli, túl jelentéktelen, hogy Isten észrevegye, és senkit sem érdekelne, ha elveszne, még az Isten sem. Az ilyen léleknek az Úr azt mondja, Hallgassatok rám, kik az igazságot követitek, kik az urat keresitek, tekintsetek a kőszára, amelyből kivágattattatok, és a kút fő nyílására, amelyből kiásadtatok. Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, aki titeket szült, hogy egy magát hívtam előtt, és megáldám, és megszaporítám őt. Mert megvigasztalja az úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az éden, és kietlennyét olyanná, mint az úrnak kertje. Öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. És a 51, 1 3 -ig. Nézd Ábrahámot, akit pogányként neveltek fel, és lásd, mit tett Isten érte, mit ígért neki, amit esküvel meg is erősített a kedvéért. Gondolod, hogy az Úr közömbös lenne, ha elvesznél, amiért annyira jelentéktelen és lényegtelen vagy? De hogy méltó vagy, vagy méltatlan, ehhez semmi köze. Az Úr azt mondja, én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Ézsaiás 43.25 Önmagamért? Igen, minden bizonyjal, a végtelen szeretetéért, amelyel szeretett, kötelezte magát, hogy megteszi ezt. Saját magára esküdött meg, hogy megment mindenkit, aki Jézus Krisztus által jön hozzá. Ezért ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. 2 Timoteus 2.13 Gondolkodjatok! Isten saját magára esküdött meg vagyis saját magával és saját létezésével garantálta a megmentésünket Jézus Krisztusban. Saját maga lett a kezes. Ő életét adná cserébe a miénkért, ha elvesznénk, amikor bízunk benne. Becsülete a tét. A probléma nem az, hogy jelentéktelen és értéktelen vagy, vagy sem. Ő maga azt mondta, üres csekészségnél is kevesebbek vagyunk. Ésajás 40. 17. Azt mondja, hogy ingyen adtuk el magunkat pénz nélkül, ami mutatja az igazi értékünket, de Krisztus pénz nélkül visszavált az ő vére által. Krisztus vére az ő élete. A nekünk felajánlott élete által részesülhetünk az ő érdemeiben. Az egyetlen kérdés. Isten megengedi magának, hogy semmibe vegye vagy elfelejtse esküjét? Erre a kérdésre a válasz, két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Gondoljatok bele, mivel járna az ígéret és az eskü semmibevétele. Isten, aki megtette az ígéretet, ugyanaz a szó, amely megteremtette az eget és a földet, és aki megtartja azokat emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hiúk sincsen. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael? Errejtetett az én utam az úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. És a jás 40, 26, 27. Ugyanez a fejezet beszél Isten szaváról, amely mindent létrehozott, és amely mindörökké megmarad. Péter Apostol ezeket a szavakat idézi. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdetetett az evangélium által. 1 Péter 1, 25. Isten beszéde az, amely Jézus Krisztusban fenntartja az univerzumot és a számtalan csillagokat helyükön tartja minden dolog ő általa tartatik meg. Kolossé 1. 17. Ha ő kudarcot vallana, akkor az univerzum összeomlana. De Isten nem több az ő szavánál, mert az esküje megerősíti szavát. Saját létezésével garantálta, hogy teljesíti szavát. Ha nem tartaná meg szavát, a világ legalázatosabb lelke iránt is, ő maga szégyenben maradna, Hazug lenne, és elveszítené trónját. Az univerzum káoszba lépne, és szétesne. Így hát az egész világegyetem kockázatban van, hogy biztosítsa minden lélek megmentését, aki Krisztusban keresi azt. Az univerzumban megnyilvánuló hatalom az a hatalom, amely garantáltan segíti a gyengéket. Addig, amíg az anyag létezik, az Isten szava garantálva van. Uram, ikét örökké megmarad, szilárdan áll a mennyben. Zsoltár 119, 89. Szomorú veszteség, ha kudarcot vallanál az üdvösségben, de sokkal nagyobb veszteség lenne az Istennek, ha kudarcot vallanál az ő hibája miatt. The Present Truth, 1896. július 9.